Próza részletek a helyek ciklusból. A Kassák utca sarkán fényes arcú, gyanta szívű melósok lármáznak. Szimpatias, eltúzott gesztusokkal győzködik egymást. Szalmatáncot járnak a kék overállok. És én tudom úgy nézni őket, ha résnyire humonyom a szemem, vagy ha egyszerűen nem koncentrálok, mintha tényleg ott sem volnának. Mintha a mély kék munkásruhák egy bábjáték felélet jelmezei lennének. Akárha egy bajos menüet üles erőjátéka lenne ez az egész. A piacra néző gazdabolt, meg a díszlet, az aura, a háttér. A munkások tenyérnyi mezsebében kivétel nélkül cigarettás doboz. Rajta beteg tüdő rémes fotója. Osztályidegen szavakat használnak. Zsenánt, mondja az egyikük. Én otthon nem ismertem olyan szakit, aki így mondta volna, hogy kínos. Talán még azt sem gondolták volna, hogy valami az lehet. Szar és kész. De itt, angyalföld peremén, ahol annyi világ ér össze, én sem furcsállom. Lehet, hogy tanult ember, csak elege lett. De az meglepően jól esik, hogy úgy mondják, példuál. Apám használta így. Szeretett direkt téveszteni. Vagy kiemelni szavakat a nyelv sötét, lápos dagonyájából. Szóval állnak velem szemben ezek a pomádés hajú, szoláriumbarna melósok, egy ismeretlen generáció, hiúak és kidolgozott a testük. Az egyiken nincs póló, mesztelen, szörtelen bőrére feszül a pantalló. Irigylem a szépségét, a férfiasságát, az egészségét. Mutogatják magukat a kertészeti bolt kirakata előtt. Talicskák, nyeletlen ásók, petróleumlámpák, gyomírtók, gyutacsok, parafadugók unatkoznak mögöttük a kirakatban. Én kimérten, szinte totyogva közelítek, már-már paródiába hajló óvatossággal. Tán úgy akarok járni, mondták a jövendőbeli kiadóm ápolt szakállas emberei, mint Cucorelli, aki ezzel a borzalmas vezetéknévvel lett író. Én meg, ha már így felhozták, zavaromban őt mormolom magamban. Ami fészkelődik, az a szeretet. Előre adják ide. Előre adják ki a szeretetet, amennyi jut, megfelelő részletekben. Akkoriban még tudtam fejből verseket. Összegabajodott sorok óriási gombolyagja lifegett a szívemen. Kijöttem a pezsgő bárból, az úgynevezett szerkesztőségi óráról, két sörtől ittassan. Álltam az akkoriban üres, építési telkekre koppasztott Kinizsi utcán, benne a viharsarki őszben szegyig. A 90-es évek közepe volt. Jól kell kiválasztani a szeretetet. Ezt a sort különösen szerettem. Néztem, ahogy dagonyáznak a régi házak helyén, a sárlávában a dömperek, és ezt ismételgettem. Jól kell választani. Hétvégén megjött a halottak napja.
és én egy nap múlva már a Szegvári Kinizsi utcán álltam. Ott nőttem föl, és ott van a temető is. A dédapám sírja mellett. A sírből kinövő kopasz akácfa csontújjait figyelve, a Békéscsabai Kinizsi utcán támolygó ázott önmagamra gondolva határoztam el, és ezek után úgy is éltem 3 napig, hogy felveszem a dédapám nevét, és Őze András leszek. Semmit sem tudtam Őze Andrásról, és még ez az elhatározás sem tett kíváncsivá. Pedig szigorúan megszaggatta a sors a dédapámat, és ez azért jutott eszembe, mert annak, hogy az egyik szememből egy másik ember néz vissza rám, mégiscsak hozzám van köze. És ha elhagyom az én áldott nevemet, és kimerem mondani, hogy édes nevem, okos nevem, menj a tieid közé, és előbb-utóbb a kötetek hatására, meg mert mindenki úgy szólít, valóságosan is megváltoztatom, vajon Őze Andrásként más napok gyötörtek volna meg? Milyen kunkorokkal nehezítettem volna a saját életem? Lehet, hogy mást vettem volna feleségül, vagy elválok időben? És akkor persze, ezzel a kérdésorsóval azt a könnyen elszakadó mániát tekertem most föl, hogy az a megváltozott szem bennem nem Őze András szeme. Két szomjas, bódult szerelmes, akik Óbánya kocsmájában, mikor bedobták az első 20 forintost a bakelites zenegépbe, és leültek a pattogó cserépkályha mellé, már tudták, hogy együtt fogják leélni az életüket. Erre Pataki Attila fenkölt lágéja volt a garancia. Benyomtad a gombot, a férfi a pultnál megszólalt, 43-as mondta, és kortyolt a söréből. Add a blues! Én meg nem akartam elhinni, hogy tényleg Eddát választottál. Pedig akkor még nem is gondoltál rá, hogy elhagyod a várost, és nem volt abban az avas slágerben semmi metaforikus. Csak mi voltunk ott, meg a törzs vendégek. Velünk meg a mesztelen, szemtelen boldogság, hogy egy elhagyott falu egyetlen kocsmájában Eddát hallgatunk a zenegépből. És ez olyan jó, hogy ezt már nem lehet fokozni. Fulladoztunk a nevetéstől, aztán csend, és újra csend, és én arra gondoltam a mosdóban, a piszoár mélyébe nézve, hogy meg kell változnom. Nem lehet mindig, minden boldog pillanatban a bekövetkező rosszra várni. Nem lehet az a baj, hogy túlzottan stimmel a kulcs, hogy egyszer az életben ilyen könnyen jött ki valami, mondjuk egy egész életen át vágyott eredmény. Így aztán csak egy utólag belevart áruvédjegy emlékeztet arra, hogy milyen volt, amikor először láttam a tengert. Meg a gesztusra, hogy parti nagyot mormolok magamban. Készültem rá, és arra is, hogy majd meghatódom tőle, hogy véletlenül eszembe jutott. A fiumei 2-es számú tengerész szeretett otthon, teraszáról látni a tengert, és Troppauer úr valóban virág. Be akartam magolni az egész első verszakot, azt is, hogy ül a kaucsuk kínai vázában, és a montenegrói szakácsnő, vagy hogy is van tovább. De még a sznobizmusomat is legyőzte a mérhetetlen lustaságom, ami meg már megint túlzás. Iszlám, most is ide tudom írni, hogy naponta gondját viseli. Ráadásul a verszak vége a kedvencem az, hogy így van ez, de az éposz sose jut tovább.
ami akár lehetne az én életbölcsességem, amit továbbadok, mint az apám, meg a nagyapám. Az ütnek ájad, hamarabb szabadulsz, bitangul összetömörített arcpoétikáját. Azt meg olyan szívesen üvöltöttem volna, abból a nyamvat hotelablakból, melyből, bár benne volt az árban, csak kihajolva, egy tűzfal szorított a hasítékon át látszott a tenger, hogy anyám, én Rejtő Jenő vagyok, s nem P. Hóvárt. De még ezt sem mertem megcsinálni. És valahogy, bár benne volt az árban, nem jutott francia ágyas szoba, és az első vacsoráról is lemaradtunk, mert én annyira rémülten oda akartam találni, hogy lehajtottam Rijekába, ami egy apró levegőtlen Skodából nézve, a mellékutak és kereszteződések nyomasztó mélységében közelről sem volt fiúme.